Hölgyeim és uraim, helyezkedjenek el kényelmesen, mert a show folytatódik. Írországban kamionnal, azaz egy nap a pokolban, Lénárd Norberttel. Azt mondja, hogy... Hát szeretettel köszöntök ismét mindenkit, fiút, lányt, földön kívül itt mindenkit. Ismét itt vagyunk a rádiós szekcióban. Ismét beszélgetős partnerem, Benny fiú. Jössi. Benny boy itt van. Benny boy. Na, szóval kezdjük. Milyen témát hoztál nekünk ma? Ez izgalmas lesz, igen. Ez erre mindenki be fog gerjedni. Jussi! Mi van? Eltűntél? Várjál! Mi? Nincs télerőm, bazd meg. Jó, alakul. Welcome to Angleterre. Igen, na hát ezért döglött meg az online menet közbeni rádió ötlete, mert ezen a szigeten se vétel, se internet, se semmi. Hát mindenki lepkehálóval kell fogdosni. Ilyen szaggatott, májfoltos helyeken bele tudsz futni egy kis vételbe, és utána két mondat, és ennyi. Na. Igen, csak az az érdekes, tudod, hogy amikor Stefan hív, akkor mindig van téredő. Neki ilyen katonai telefonja van. Az. De olyan nincs, hogy ő ne érjen el. Hát hajnali kettőkor is elér. Tehát az tök mindegy. Még a tunelba is utolér. Az biztos. Úgyis, hogy ki van kapcsolva a telefon. Ja. Figyelj már, várnak a visszarakó, már idegesek. Tényleg? Hát még a lerakóra se értem oda, akkor hogy várnak a visszarakó. Hát várjál már egy kicsit. Ez ilyen. Henci. Na, milyen témával akarsz minket kecsegtetni? Kérlek szépen, az jutott eszembe, hogy mert nagyon bele vagyok merülve egyébként a minden tudás pályába. De hogy mi van akkor, hogyha valaki vezitlábasan kezdi el, és még megvan benne a vezetés utáni hív, a eltökéltség, a szeretet, a szerelem. Az ambíció. Igen, súlyos szava, tudom, súlyos. Kreativiság, az ambíció. A bizonyítási vágy, már pedig ő bemutatja a világnak. Hát igen, míg el nem kezd csípni az izzadság. De második napon. Igen. Ami az első húgyosban nem állt meg. Az ammónia nem marja le a pólót róla. Igen. Igen. Hát... Szervizes zuhanyzás egy török kamionossal. Igen. Igen. Na de most az életében tényleg most komolyra fordítva a szót, nevezzük emberünket Józsinak. Előre is elnézést kérek minden Józseftől. Természetesen. Ez egy teljesen kitalált személy. Fogalmazunk így, Józsinak hívják. Borzottan eltökélt, végig szenvedte a jogosítvánnyal kapcsolatos összes procedúrát, megvan a árufuvarozója, megvan a szép e kategóriája. Na várjál. Tehát gondoljunk arra is, aki most akarja elkezdeni. Tehát elsőnek kell egy B kategória. Ugye nem ártana ott is egy kis rutint szerezni, ugye? Aztán kell a C kategória. Ott sem ártana a súlyt megtanulni, megszokni, érezni. Főleg a kanyarban, hogy mit jelent a centrifugális erő, meg a centripetális erő, ugye? Ez sem rossz megtanulni. Aztán kell az E kategória, a nehéz pót. Aztán...
Most talán nem tudom, hogy a belföldi fuvarozói, meg a nemzetközi fuvarozói, az egy lett most? Az most egy, igen. Tehát abból lett a GKI. Várjál, papi. Szerelmes beszélgetésnek leszünk szemtanúi. Igen, na szóval akkor hol is tartottunk? Azt mondja, hogy kellett a B kategória, C kategória, E kategória, és akkor a belföldi és a nemzetközi, akkor az most egy lett, ugye? Az lett a GKI. Így van. Így van. Így van. Tehát akkor most még kell még a GKI is. És akkor még ez mellé még kell egy PÁV 2, ugye? Úgy tudom, az a, az a nemzetközi. Így van. Igen. Amit azt se tudják idekint, hogy mi az a PÁV, de magyarszkiba ez kell. Igen, megmondom őszintén, hogy nekem sincs PÁV-on. Tehát én Magyarországon nem vezettem, nem is tervezem, de nekem nincs PÁV-on. Addig nem is kell PÁV-od, míg nem lépsz be a határba. A határ átlépés után már kell neked a PÁV. Én így tudom, de hogy mi célt szolgálom azt, hogy nekem PÁV egyen van. Ez a megkülönböztetett jelzési kocsi miatt kellett, de valójában nem értem, hogy milyen funkciója van egy kamionosnak hozzá, de mindegy, jó, szóval mindegy. Kell és kész. Hát, hogyha ez mind megvan, akkor gondolkozhatunk az internacionáléban. Jössi, ez az internacionále. Igen, az első húgyosig nyomjuk. Attól függ, mert ha Stefánnál kapunk át, akkor az első hajóig nyomja. Akkor hamar megunja, az biztos. Igen. Nála hamar meg lehet unni a kamionozás, bele lehet fáradni így idegileg. Ugye sokan kérdezik, hogy akkor miért csináljuk, miért nem váltunk céget? Mert valójában csödörből vödörbe. Tehát ennek is megvan az előnye, meg megvan a hátránya, mint minden egyes cégnél. Tehát... Na mindegy, ebben ne is menjünk bele mélyebbe. Szerintem se, ez külön adásnak kell lenni ennek egyébként. A Stefán műveknek. Igen. Szóval akkor új ambícióval nekiindulunk. Kreatívan, ugye? Hogyne, csak is. Mit javasolsz egy kezdő sofőrnek? Ugye... Minden kezdő sofőr beleesik abban a hibába, hogy elhiszi azt, ami az álláshirdetésben megjelenik. Tehát milliárd, csilliárdos fizetés, igen. 14. havi fizetés, kafetéria, itt Angliában nagyon szeretek ezt a szót használni, hogy meal fee. Ez azt jelenti, hogy ilyen különböző napi érkezésednek a hozzájárulása. Így van, így van. Ez melyik cégnél, ahogy valaki 5 fontot ad, valaki 10 fontot, valaki 15-öt, hát ez mindig függ. Na mindegy. Tehát az első nagy hiba, ami általában kezdő sofőrként, amiben én is belestem, hogy elhiszed azt, ami egy állás hirdetésben van. Megírod a nyilatkozatodat, amit itt kint Angliában és Írországban is egyöntetően CV-nek, tehát C mint Cetil, V mint Vilmos, tehát CV-nek hívnak, és oda beleírod az összes csodát, hogy te mennyire elhivatott vagy, mennyire kreatív. Kreatív vagy, terhelyző vagy, csapatjátékos vagy, és Isten igazából neked olyan nélküledet csődbe megy a cég, ha nem vesznek föl, szóval ez az egész világgazdaság összeomlik. Tehát téged mindenképpen foglalkoztatniuk kell. Neked ezek a konstrukciók, amiket ők kínálnak csilliárdért havonta, neked ez pont megfelel. És játszunk el egy kicsit a gondolattal, nőtlen vagy, nincs gyermeked.
Hát se kutyás, se macskát, és igazából a világ ország útjai csak érted. De neked tisztítják az utat, tényleg. Így van. Miatt a gyár a hókotró is. Fogod magadat, az egyik egy ilyen feltűnően kecsegtető állás interjú. Bocsánat, egy ilyen állás hirdetés az interjújára, elmész, felveszed a kapcsolatot, a cégnél nagyon kedvesek, aranyosak, rögtön tegeződésbe fordul át a dolog. Persze, gyere, hozza az önéletrajzodat, és akkor leülünk a tárgyalóterembe, érted? Úristen, hát milyen rendesek. És akkor eljön a várvóvált nap, kicsinosítod magadat, felveszed a legszebb kániás pólódat, és megindulsz a tett színhelyére. Már az úton, amikor mész a cég felé, már némi nemi rossz érzés azért fel-fel merül az ember, hogy fődúton kell bemenni a céghez, de hát úristen. Bizonyára ennek is megvan az oka, felújítanak, átépítenek, most ezt az utat használják. Erre mondják a húsgyárba, mikor kérdezem, hogy a picsáé nem lehet lebetonozni itt hátul a placot. Hát kinyitom az ajtót, és egy kiló homok jön be. De azt mondják, hogy akkor több adót kell fizetni, és ezért marad homokút. Homokos út, homokút, és oda teszed le a pótkocsit, hogy a két lába tutira elsüllyedjen a ganéba. Ez így van. Ez törvényi előírás, minden egyes forrozással foglalkozó cég esetében, kintiekről beszélünk, hogy a telephelynek csupán az 50, de inkább a 49%-a legyen lebetonozva, és a 49%-ba tartozzon bele a raktárépület, és az 50%-ban pedig minden más. Tehát még akarsz is kultúrátan kinézni, nem fogsz tudni, mert mire a kamionoktól az irodáig beérsz, addigra nyakig merülti a ganajba. Ez így van. Körülbelül ilyen. A vágóhídon meg folyik a szar ki a kerítés alól oda a placra, ahol pont rakodni kell a rampáknál, ugye, és egyből a ganéba lépsz bele. Igen. Igen, és ha mázlid van, akkor szokott az előfordulni, hogy szállsz ki az autóból, elejted a kulcsot, vagy hallod, hogy valamiért szitek a pótkocsi, és alá kell mászni. Be a szarba. Bearanyozzák a sofőrnek az életét. De mi új sofőrök vagyunk, tehát minket ilyen dolgok nem akasztanak meg, sőt, még azt mondjuk, hogy tetszik is sofőrként. Igen. És hát igen, odaérsz erre a csodálatos telephelyre, meglátod, hogy Isten igazából a esőerdőben jobb körülmények vannak, ahol az indiánok közlekednek meg járnak vadászni, tehát ugye még ez sem töri meg a lendületünket, és azt mondjuk, hogy jó. Némi nemű 45-50 percet eltöltesz a mosdóban, mire kivakarod magadat a sárból, és oda lész a recepciós kisasszonyhoz, és mondod, hogy te vagy te. Ugye Józsi, jöttem a munkára jelentkezni, és hogy a főnök ura van megbeszélésem. De a recepciós kisasszony közé belejed, hogy hát a főnökkel ugyan nem, mert ő már nincs bent, majd a HR-ről jön valaki. De igen. Most, ha mázlid van, akkor a HR-es az nem családtag, de ha nincs szerencsére, akkor családtag, valószínűleg mama, papa, valamelyik unoka, testvér, és hát bekísérnek ugye a tárgyalóterembe, ami Isten igazából a személyzeti kantin. Ha főszedsz egy kávét magadnak, ha nem szadna a vízfőraló. Nagyon finom instant kávé van, valamelyik sarki fűszeresből, lehetőleg a legolcsóbb. De azt is ketté önti, mert ugye itt a kávé az... az már sok. Na de várjuk! Ugyanaz el lesz mondva, mint az állás hirdetésben, és boldog vagy. Boldog vagy, érzed, hogy megfogtad az Isten lábát, többször kihangsúlyozzák, hogy mind a GKI, illetve minden kresszabályt kötelezően be kell tartani, kártyának tisztának kell lennie, milyen időket be kell tartani, fizetésen az minden hónap 5-én, ha szombat, ha vasárnap, minden hónap 5-én neked érkezik a számládra. És azt is elmondják, hogy pont téged kerestünk,
pont rád vártunk, és nélküled ez a cég nem tud fejlődni, és hogyha te ezt egyszer be akarod fejezni, akkor ez a cég csődbe is megy. Úgyhogy csak rád vártunk. Így van, te fogod megmenteni ezt a céget. Onnan is tudták, hogy te vagy az ő emberük, mert a fél méter láncra kikötött bodri kutya, aki a szeretnek az őrzéséért felel, téged nem ugatott meg. Tehát már családtagként üdvözölt. Tehát ez csak. Ezt úgy általában kezdők, úgy kezdőknek így elsütik, és ezt így be is nyelik, igen. Igen, mert még nem alakult ki a sofőrszak, tehát ez van annak köszönhető. De mindegy, itt mezzünk. Nem párt még be a test. Ja, nincs meg az igazi konzerv, meg kónajszak. Az a kutya mi nem ismeri föl, azt hiszi, hogy idegen tudod. Még nem nőtt rajta szőr! Ez még nem sofőr. Ezt nem kell ugatni. És kérlek szépen, eljön az ominózus pillanat, eléd kerül a szerződés. És az egy bohém és felszabadult hangulata vagy, hogy végig sem olvasol, hiszen... Megbízol benni! Nem kell azt végigolvasni, hát megbízol benne, eddig minden úgy volt, ahogy mondta. Igen. És hát Gabriel arkangyal harsonázik melletted. Figyelj, happy day, aláírjátok, kezet ráztok, titkárságon lefénymásolják a papíraidat, és mondják, hogy akkor 7 reggel, 7 órakor, és nagyon sok szeretettel várnak, addigra meg lesz az autó is, és természetesen ne izgulj, tudják, hogy a kezdősofőr vagy, lájtos kört fogsz kapni, lesz időt belerándulni, és boldog vagy, felszabadult vagy, azt érzed, hogy mi az Isten csináltál te az elmúlt X évben, hogy te nem rögtön ezzel kezdted, és hogy megfogtad az Isten lábát. Ezen csak azért röhögök, mert ez így van. Tehát ez halálosan 100%-ban így van. Tehát aki röhög rajta, azt megértem, mert én is röhögök rajta, pontosan ugyanezt értem meg. Igen. Végül azt fogom csinálni, amire vágyok. Végig néztem papinak a videóit, 156-szor. Isten, ezért örök, csattók, zúg, nagy ívbe kell fordulni. Milyen durva az, hogy nekem mögöttem van egy x méteres pótkocsi, hát milyen kemény vagyok már, kis autósok fölött vagyok, meg egy nagy test, mindenki elsőbséget ad. Igenis, majd csak eljön az a bizonyos hétfői nap, ami Józsikánál is eljött, és ugye picit úgy minden úgy megváltozik. Használjuk ezt a szót, hogy megváltozik. Hát igen, nem az az új autó van, amivel hirdetnek, valljuk be. Nem az a zsírúj belső felszereltségi autó, amivel hirdetnek. Akkor beülsz, azt látod, hogy akkor előbb hozni kell egy szenes lapátot és kilapátolni a ganét az előzőtől, mert az meg ott hagyta bosszúval. Ugye? És találkozol ugye az útszélén is jól felismerhető vakonokkal, az anyósülésnél, és még motormódon azt hiszed, hogy hát az IT-t, meg a teát ott hagyta a kollega, meg az aranyszörpöt. De nem. És hát ugye az első pofon, ami ér, kinyitod a hűtőt, ami nem működik, akkor pedig egy ilyen Tesco szatyorba összecsomózott, végül Tesco szatyor van elhelyezve, ami korán sem anyának a kézes kalácsi tére enged következtetni illat részről. Már azt még az egyik igen jól kidolgoztató sofőr hagyta ott szintén, hogy megköszönje a cégnek ezt a hatalmas élményt. De új sofőrök vagyunk, még ezen túl lendülünk, nagy levegőt veszünk, elszítjük magunkba a másik sofőrnek a anyukáját, és az milyen igénytelen szar, hogy itt hagyja a ganit, de már jön a hátad mögött a hang, hogy figyelj, indulni kell, majd ezt majd menet közben majd kitakarítod. Mert ez minden cégnél így van. Indulni kell. Igen, és egyszer csak csörren a telefon, 7 óra 1 perckor, hogy hol vagy.
És hát a világ legnagyobb lelkismereti nyugalmával közölt, hogy hát a telefonján pakolok be. És a telefon másik végén egy ilyen 3 perces néma csönddel emlékeznek meg az elhaltas sejtekről. Közli veled az irányító, hogy de hogy mi tart ennyi ideig? Mert hogy neked a telephelyről már rég Esztergomba kéne lenned, ami 250 kilométerre. És akkor elindul a protokoll. Hogy a szerződésbe, azt valljuk be, hogy az le van írva, hogy új autó, 20 liter a norma. Ennyi. Ez a 20 liter, ez nagyon bejött mindenkinek. Tehát én ezt most tapasztalom meg itt ebbe az egy évbe, hogy mindenkinek a kocsi a 20 liter teszik. 100-on. Tehát ezt a normát tartani kell. Tehát arra sajnos nincs ide, hogy az irányító bemutatkozzon. Hát rögtön azzal kezdi, hogy már el kellett volna... nem az, hogy el kellett volna indulnod, már rég a felrokon kéne lenni. És legszebb az egész, amikor az egész beszélgetés azon zárja, hogy ennek következményei lesznek. Igen, az! És hát sajnos ő nem tud mit csinálni, hiszen ő is ember. És szabályok szerint kell, hogy dolgozzom, de ezt a főnöknek ezt mindenképpen jeleznie kell. De még a telephelyen van is, még csak most pakol be! Van. De már jelezni kell a főnöknek, hogy ő bizony 7 óra 1 perckor nem áll ott a rakodó területén. Így van. És nagy nehezen, ugye bepakolunk, GPS beizdítod, és hát ilyen akkor Esztergom irányába megindulsz. Már a kapunál észre lett, hogy a piros alatt van az üzemanyagszín. Fordulj vissza! Kétségbe esetben keresed a tankolós kártyát, és akkor rádöbbensz, hogy hát ilyet nem is kaptál. Igen, mert az nincs. És akkor jön az újabb telefonbeszélgetés a irányítóval, aki közli veled, hogy ez már tűrhetetlen. Hogy még tankolni is akarsz. És vissza akarsz jönni, mert nincs nálad a kártya. Így van. És azt a kilométer, megtett kilométert ki fogja kifizetni. Mert hogy ez üresbe ment. Mert hogy te nem figyeltél oda, hogy az a kártya nálad van-e, vagy hogy az a kártyának a lejárati dátuma az véletlenül nem eljárt-e le. És ez tűrhetetlen hozzáállás. Már az első napon, az első egy órában. Hibát hibára halmozó. Hibára, így van. És elkezdesz stresszelni. A sofőr életében az egyik legnehezebb pillanat, amikor megismerkedik a stresszel, és a kapuba. Olyan szoros barátságot kötnek, hogy odatok kezdve a hátlevő életében ott ül mellette. Simogatja, szorongatja a nyakadat. Igen, ez onnantól kezdve állandó utitársad. És a legszebb az egészben az, hogy még el se éred a városnak a határát, mert ugye megijedsz, és azt mondod, hogy jó, hát akkor inkább nem tankolsz. Hát igen, tehát Esztergom nem a szomszédban van. És véletlenül felhívod a HR-en azt az illetőt, rokont haver Komát, aki felvételiztetett. Majd ő közli veled, hogy jó, akkor gyere vissza, már a főnök is visszaért a telephelyre, és akkor megbeszélitek. Hát akkor már teljes a káosz, már alig bírsz beállni egyáltalán a kapun is. Na mindegy, bemész a irodára, ott közlik veled, hogy akkor a tárgyalóterembe át kell fáradni, így ami a kantin, az étkező. És hát már ott ül a nagyfőnök baseball sapkába. Tehát szemekkel, kigúvadva. Igen. Teljesen tördeli a kezeit. Aki nem több, mint 25-30, ugye? Így van. És különböző papírokat tologat magát. Kinek még mondjuk C kategóriája
Sincs! Ugye ez is divat. Igen. Így van. A fuvarozás az annyi köze van, hogy látott már kamion. Igen. Igen. De mivel apukától megörökölte, vagy átvette, ezért neki nem is kell hozzá értenie, hiszen a genetikájában a vérjében csörgedezik a V8-as, illetve a fuvarszervezés és a logisztika. Ezt az anya tejjel szívta magával, tehát neki nincsen szüksége semmilyen hivatalos papírra, hiszen az minek, nem azzal megy a kamion. És... hát helyjel kínálnak most még, de már kávét nem kap. Az már nincs, az felejtsd el. Az már nem. Jelezvén, hogy kiestél a kosárból, hát te már a... nem a jó listán vagy, hanem a rosszon. És... hát belekezd a főnök ebbe a kimért, de halálosan szigorú és komor és mondatába, hogy József, úgy gondolom, hogy én és tolszottjaim... És ezt én átéltem, hallom? Azért rögök, mert én ezt tudom! Én ezt tudom! Ez így van! Ez zsigereid, mert ezt a bőrre nézed, ahogy hogy rád húzható ez a séma, az, mert már megtörtént veled. De velem akkor történt, nem az első nap, hanem akkor történt meg az egy hónap után, amikor olyan faszán be tudják vállalni a fuvart egymás alá, hogy a végén már kifizeti az üzemanyagot, mert ott nem tud alkudni, kifizeti az áfát, mert ott nem tud alkudni, az autópályadíjat, ott se tud alkudni, sehol se tud alkudni, csak a sofőri pénzen is. Amikor rádöbbel, hogy többet keres az alkalmazott, mint ő, mert ő szaré, húgyé, ilyen 70 centeké vállalják el a kilométert, na akkor jön ez a beszélgetés, ami most jön. Így van. És akkor, nem mondom ezzel az átéléssel, hogy József. Én és beosztatjaim, bocsánat, kollégáim, magáim, mi lehetőséget biztosítottunk neked. Kitáltuk egy rendes cég bitva rajtaját, ahova te rögtön az első alkalommal ott ott rágyázol. Hát a szerszak hiszemre! Mi teljes mértékben hittünk, amit te benyújtottál hozzánk. Azt hittad, hogy csapatjátékos vagy. Szavarulj meg, amiért most mondok, de jobban most szembesülsz ezzel, mint később, nem vagy az. Ennyire igaz, faszek. Ez így volt. Egy olyan technikát adtunk a kezedbe, ami most, 2021-ben magasan megelőzi az átlagot, és már Isten igazából 2022-es autónak mondanánk. De még új gumik is vannak rajta. Igaz csak elő. De van! De van! És eljátszod a bizalmat, feleselsz az irányítóval, késsel a munkahelyedről rögtön az első nap. Józsikám, ne haragudj, 12 kilométert mentél, teljesen feleslegesen. Ez tűrhetetlen. Ez a kárt valaki megfizeti, és az nem én leszek. Igen, itt jön az, amikor búcsút mondhatsz az álom fizetésnek, amivel hirdettek. Így kezdődik, igen. Így van. Sajnos, ha most nem vonjuk le, és nem érzed azt, hogy már pedig itt játszani nem szabad, akkor sajnos nagyon el tud vele feladni a csikó. Mi ezt nem szeretnénk. Úgyhogy a fizetésedből ezt a 12 kilométert, plusz az elbukott kuvart, plusz a tankolás, ez a plusz a késést, le kell, hogy mondjuk, a jelen esetben a fizetésednek az 50%-a.
következő hónapban nem tartjuk jogosnak, hogyha kiabálni fogsz, vagy esetleg nem tetszésedet fogod nyilvánítani, hogy csak 80 ezer forintot kaptál. Mert hiszen 160-ra vagy bejelentve, és 160-nak a fele 80 ezer forint. Tehát te már rögtön az első napodon 80 ezer forintos kárt okoztál ennek a cégnek, aki kitárta a pitva rajtaját előtte. Józsikám, hogy gondoltad? Igen. Tehát ez az, amikor mondják, hogy mi nem szoktuk nézni a sofőröket. Mi nem nézzük, de ne haragudj meg, hajnali 1:30-2-kor azt halljuk, hogy csörög a kávés pohárban a kanál. És ez nem azért van, mert te fáradt vagy, mert te csak 4 órát aludtál, hanem ez a Lidlis sör miatt van. Ez hidd el, a napi 4 óra egy felnőtt embernek bőven elég. Így van. Ez orvosilag bizonyított tény. Amennyiben 4 óránál többet alszol, az már káros az agyi tevékenységre. Ez tégünk orvosai, a házi orvos is megmondhatja, az üzemorvos diagramokkal tudja bizonyítani, hogyha 4 óránál többet alszol, akkor elhűlsz. Igen. Ez nem a fáradtság, nem attól remeg a kezed. Ez a Lidlis sörtől. Így van. Ennyi. Mert egy szar személy szaralak vagy, mert alkoholista. De, tehát itt még most még csak 12 kilométer van a lábodban. És az is a telephelyen. Még ez az első nap? Mi lesz itt később? Ezt meg kell torolni. Ezt ne haragudj meg, de ez itt... Ez... Tűrhetetlen. Ezt azonnal csirájában el kell folytani. Ennek a viselkedésnek helye nincs. És mi az, hogy te még nekiállsz porfívózgatni, meg takarítgatni, amikor Esztergomba már 3 targoncás vár téged. És akkor jön utána, hogy 40 tonna vassa, hogy megrakva, ami végül 45 tonnát nyom, mert még fölfért. És te nem vagy képes a normát, amit megbeszéltünk a legelső napon hozni. Nem vagy képes a 20 liter tartani. És ideállítasz egy 40 literes fogyasztásra. Józsika, most vagy meglopsz minket, hogy más nem tudok elképzelni. Józsika, Tibi bácsi előtted 19,5 literből hozta ki Esztergom Budapestet. 47 tonna volt az öregen. Úgy megcsinálta, hogy az autó még csak olajat sem evett. Kérdem én, hol tanultál te vezetni? Meghúztunk egy tök átlag normát, 20 liter. Mi a probléma? Hogy lehet az, hogy az egyik ember meg tudja csinálni, te meg nem? És látod, megint ugyanaz a kanyarodunk vissza, hogy bekerülsz egy ilyen magasan kvalifikált céghez, és az első alkalommal te tönkre akarsz tenni mindent. Tönkre akarod tenni a céget. Ne haragudj, de nem. Úgyhogy a másik része a fizetésednek is majd nem fog maradni, majd abból fedezzük. Igen. És kértünk sokat. Sok az neked, hogy 24 órából csupán 20 órát kell dolgozni. Panaszkodsz, hogy nem tudsz enni, inni, vécére menni? Mindenki meg tudja oldani, Józsika. De miért nem? Neked miért kell neked? Miért kell neked zuhanyzó, meg képített WC? Hát miért tudsz a kamion mellé bugolni, hogy minden tisztességes? Hát milyen új dolgaid vannak neked? Azt írtad az önéletrajzodba, hogy te csapatjátékos vagy. Hazudtál. Lehazudtál a szemünkbe. És ne nézzük el neked. Józsi, ne haragudj, de ez. Ebben a formában én nem mehet tovább. De ezt itt le kell vonni, ezt, hogy megtanuljad, hogy itt nem játszunk ilyet. Ez egy magasan kvalifikált cég, amit te megpróbálsz belülről szétbontani. Így van. Kinek a bérelt embere vagy? Ki küldött ide hozzá? Feladtunk egy tisztességes hirdetést, azt hittük, hogy ember fog rá jelentkezni, erre meg ide jössz te. Melyik vagy? A Tibinek az embere vagy? Vagy melyiknek az embere? Direkt ide jössz, szétbontod itt a rendet. Hát biztos a Mókotransz küldött át, hogy belülről bomlasz szét ezt a 1000 éves hagyománya rendelkező céget. Igen.
amikor még a NASA csak tervezte, hogy a Holdra szállnak. Mi már azt megcsináltunk két kanyar, Gyósika. Ezt le kell vonjuk, elragudj meg, de... Ezt le kell vonni, és jól mondja a HR-es kollega, meg kell torolni. Ne haragudj, ezt meg kell torolni. Ez tűrhetetlen. Azt írtad, hogy elhivatott vagy. Nem vagy elhivatott, ebből is hazudtál. Kőke, menjen bele a hazudtál. Bele hazudtál a pofánkba. Bele. Jött be itt a mézes-mázos vattaga, hogy jó, hogy te új sofőr vagy, de elhivatott vagy, meg tudsz dolgozni. Meg hogy te mennyi mindent meg fogsz tenni ezért a cégért. Megtettél? Hát nyomorba taszítasz minket. Már most minuszba vagyunk. Összepattintottuk neked azt a 1000 éves Mercedes fél nap alatt. Hát tegnap előtt egy kosárba volt a motor. Hát. Új olajat kapott. Hát Józsi, nem tudod, hogy te mivel jártad. Mi pénzekkel? Megcsináltuk a hűtőt. Menet közben megy, és neked az se jó. Nem jó. De... És panaszkodsz erre? Hát mikor azt mit fogsz állni? Amikor áll a kocsi, akkor a hűtőnek se kell mennie, mert szívja az akkumulátort. Ez úgy van megcsinálva, hogy csak amikor mész, akkor energia takarékos neked. Ez se jó. Ez se jó. Az se jó. A tachográf aljas. 1021-es paragrafussal jössz itt nekem. Feleslegesen. Ágy azért nincs benne, mert olyan kényelmes a sofőrülés, hogy abba aludni is lehet. Csak hátra kell dönteni a támat. Hát támlát. Neked ez se jó. Zsika. Olyan, figyelj, olyan technikát adtunk a kezedbe, és nem tudsz vele élni. Lehetőségeket egymás egyik hátán kapod, és vagy nem érsz vele, hogy egyszerűen kidobod az ablakot. Igen, sajnos ez így a remény ajtaját kinyitottad, de egyből ide is szarták küszöbre nekünk, úgyhogy elragudj meg, de... Szankciókat kell alkalmazni, hogy féken tudjunk téged tartani. Úgyhogy... Megmondtuk Bovdenen, engedd le itt mellett az a kardántengény mellett a vasat, ami megfogja a váltót. Hát erre nem vagy képes. Komolyan mondom, hát... Tamás a műhelyből elmagyarázta neked, hogy működik a tachográf, hogy működik a kézifék, a rögzítőfék, a légfék. Most az, hogy a bal lábaddal neked kell fölpumpálni a tartályt, Istenem. Energia takarékos. Ki voltál akadva, hogy mágnesezni kell? Mágnesezni kell. Igen, és ez annyira vizuálisan itt van, hogy mikor a kezdőknek elmondják, hogy figyelj, benned van minden reményünk. Ha te nem vagy, csődbe megyünk. Csak rád számítunk, senki másra. Te jobb vagy, mint Béla. Jobb vagy, mint Béla. Én tudom. Te meg tudod csinálni. Ez egy borzasztó. Egy ilyen, ez lezajlik 7 óra 5 perctől, ez lezajlik 7:45-ig, és akkor már tudod, hogy abban a hónapban ingyen dolgozol. Igen. Majd tényleg elindulsz Esztergom irányába, és... Valahol lerohadsz. Így van, meg kiszakad a motor, defektet van, nem fog a fék, majd megállít a rendőr, mert olyan... Köszönöm, tereget magad mögött, az meg, mint a paksi atomerőmű. És kezdődik az újabb szankcionálás, mert a büntetést bekapod. Igen. Egy délelőtt olyan sofőr ábrázatod lesz, mint hogyha 35 éve tekernél a kormány. Ez az igazi leolvad, lesápad, szétizzad. Belefáradt. Totálisan kimerült sofőr, akinek megbeszélték, hogy 2 héten belül visszahozunk, de még a 6. héten még nem hoztad a normát, ezért sajnos még mindig kint kell, hogy tartsunk, mert egyszerűen képtelen vagy tartani a normát. Nem, hogy nem profitot nem termelsz, mínuszt termelsz nekünk, mínuszt. Ezért nem tudunk hazahozni. Hát
nyolcadik héten majd újra tárgyaljuk, hogy hazajöhetsz-e, vagy nem. Na hát ez ugye nagyban tudató is, hogy csapatjátékos vagy-e. Mi bízunk benned. Bízunk benned. Haza fog-e jönni addigra a Görögországból, a 3 hetes nyaralásából, te fizettél neki. Sajnos ez így van. Ez így. Hát ezekre föl kell készülni egy kezdőnek, mert ezek a mézes madzag, amikor még talán az első hónapban sikerül 2 hét után megfordulni, és tiszta extázis, de hogy az a következő fizetésnél már elég erélyesen kanyarodik itt az egész megbeszélt út. Engedjetek meg egy személyes tapasztalatot. Én amikor elkezdtem, én Angliában kezdtem el kamírozni, nekem megmondták az első cégemnél, de majdnem, hogy ugyanígy zajlott lehet a beszélgetés, csak angolul, és mondták, hogy ne aggódjak, tudják, hogy kezdősofőr vagyok. Az összes irányító tudja, 3 hétig könnyű fúvarokat fogok kapni, hogy belerázódjak, biztosan tudjam kezelni a műszert, az a tachográfot. Legelső utam, kérlek alásan, Warwickból Londonba, vagy bocsánat, hogy angolosan mondják, Warwickból Londonba volt, magas pótkocsival, hullosan megrakva, hát volt vagy 48 tonna, és be az arab lenyerte. Hajrá, hadd szóljon, ugye Londonról tudni kell, hogy alacsony híd, biciklis hátán, szűk utak, csomó tiltás. Hát én körülbelül minden harmadik útszakaszban van egy híd durván, úgy lehet fogalmazni. Nem, ez semmivel nem különb egyébként egy otthoni cég, egy kinti cégtől. Itt az a, annyi különbség van, hogy öltönyben mondják el ugyanazt, amit otthon egy pólóban. Igen. Most nem jött össze annyi. Egyszer nem bírtad hozni a normát is. Most ezt le kell, hogy vonjuk. Meg hát ugye megbeszéltük, hogy odafigyelsz. Te pedig túlmész a kapun, és ezért ki kell fizetni még pluszba az útdíjat. Ezt is le kell, hogy vonni, mert nem odafigyelsz. Tehát mindenre figyelsz, csak arra nem, ami a munkád. Így van. Még az a szerencse, hogy leadtad Katikánál a bankszámlaszámodat, meg a kártyaadataidat. Nem kell vele foglalkozni, mert már lehúzta. Úgyhogy már visszavettem az számlát. Nem a fizetésed. Az a kártérítés volt, amit fizettél nekünk. Ezt már le is húztuk a számládra, úgyhogy ezt a pénzt már ne keresd. Hogyha meg keresed, akkor tudjad, hogy ha nem odafigyelésed miatt ezt a pályadíjat, ezt most visszavontuk. Meg az a töménytelen hazugság is, ugye? Majd beígértél, elhitetted velünk. Igen. Ez így van. Ja. És ez tényleg, tehát hogy levonja, most üzemanyag megtakarításod nem volt, most azért von le. Elbukták 2 futamot, most azért az kevesebbet. Vagy többet álltál a kikötőbe, mint 8 óra, akkor az már aznap már nem is dolgozol. Igen, akkor az igen. Üres. Az üres, mert csak fél nap, így van. Így van, jó esetben fél nap, mert ugye itt nem érdekesen számolhat, mert ha éjféltől reggel 8-ig te ott álltál és vártál pótkocsira, az már üres. Azt már ott. Ott már azt a napot elbuktad. Igen. Van ilyen cég itt, ír be is, aki hiába az autó az magától megy el a kikötőig, de azt a napot nem fizeti. Még akkor se, hogyha még elmentél megrakodni, és utána mész a kikötőbe, az nem számít munkának. Az nincs, igen, kifizetve. Nincs, csak átjád a 5 órás vezetés, akkor az a nap az, amit nem csináltál volna semmit. Semmit, igen. Igen. Arra nem fizetünk, és nem érdekel a hiszti, mert
ezt az elején megbeszéltük, és te ezt elfogadtad. Bólogattál is hozzá. Igen. Sőt, még ez a része tetszett a legjobban, még ezt ki is emelted Katikánál a titkárságon, hogy ez milyen jó. Igen. És azt is hallottuk ám, amikor a WC-be hazatelefonáltál anyukádnak, neki is ezt mondtad, ó, neked itt nem lesz levonás. Igen. Itt van, tessék, rögtön az első délőt megcsináltad. Láttad fel ezzel a forintos kárt csináltad tégnek. Azért rögök, mert ez tényleg így van. Tehát amikor mikor megversenyeztetik a sofőröket, hogy figyelj, én tudom, hogy te jobb vagy, mint Béla. Béla beleszarik az egészben, nem lehet rá bízni. De te, benned bíztunk, és te vagy a cég reménysége. De ezt most levonjuk. Igen. Levonjuk, mert hogyha teret engedünk ennek a fajta arcátlanságnak, akkor még kedvet kap a többi kollega is. És hát akkor meg már mi lenne? Igen. Ez olyan, mint Hencinek mondom, hogy figyelj már, beszart ez a, mit tudom én, hűtő például. Na csak 6 hónap, majdnem 7 hónapot vártam, hogy megjavítsuk. Beszart a hűtő, meg kéne nézni. Semmi gond, azonnal jössz vissza holnap után. Véletlenül ellenkezőnek indulok, Németország fele indulok, mert jön egy pót, ami pont azt kell elvinni, és pont minél messzebb kell vinni, hogy nehogy javítási költségre kelljen költenie. És akkor így ellenkezőleg lehet haladni. Igen. Például a V betűsnél szerettem volna Luxemburgba menni dohányt venni, még anno, 2007-ben, és mondták, hogy sem probléma. Örülök, hogy szóltak, vagy szóltam előre, nem az utolsó pillanatban, köszönjük szépen, úgy fogják szervezni a fuvart. 2 nap múlva elindultam Skóciába, teljesen oda föl, Glasgow fölé, oda, nem is tudom már mi van ott a Glasgow fölött. Oda ki a tengerhez, és akkor ott a karácsonyt, azt ott szépen ott el is töltöttem, ott azt a 3 napot ott a húgyosba, cigi minden nélkül, úgyhogy én azért röhögök ezeken, mert én ezt megtapasztaltam. Köszönöm szépen, én ezt tudom, én ebben tisztában vagyok, hogy ez így működik. Mert én tudom, hogy szar pénzek vannak a kavics. Itt az írek nem mennek 1.30. 1.30-én menj, hogyha rakott, ha megy a hűtő. 1.20, hogyha csak rakott, de nem megy a hűtő. És némelyik cég adja az 1-1-et, tehát az 1 euró 10 centet, hogyha ki kell állni. Itt a másik cég az 1 eurót ad nekik. Üres-e, hogy álljanak ki. Én ezt tudom. De azt is tudom, hogy a magyarban 70 centért lerágják egymást. Nincs megbeszélés, nincsen, nem baltereznek, hanem alávállal egyik a másik alá, és nyomják le, és a speditőrök meg ott röhögnek. Hát ott röhögnek, hogy az éhes kutyák hogy ölik egymást a szar fuvaroké. Hogyha lebaltereznék, hogy jó van, akkor a Béla se, a Józsi se, a Tibi se, a Sanyi se áll ki, 1 euró 10-et leteszitek az asztalra, mondjuk rakottam, mondjuk azt legyen mellette szólva, hogy itt a Velszi hegyek az kemény. Tehát itt több a fuvardíj, mert többet zabálnak az autók. Itt azért hegyeket kell mászni. Ebben semmi gond nincs. De ha magyarban azt mondanák, hogy jó, 1-10 egységesen, és senki nem áll ki, és a speditőr megpróbálja a lengyelnek odaadni, vagy a töröknek, vagy a Isten tudja kinek, akkor beálljunk az ajtóba, és ott rohadt le az autó véletlenül. Nem veszed föl a fuvar. Az írek azért tudnak fejlődni, mert itt a speditőrök nem adják. Mi hiába csinálunk egy céget, nem adják oda nekünk a munkát, még 70 centét sem, mert azt mondja, hogy inkább az írnek adom drágában, de az ország fejlődik. A magyar meg kiárulja az országot. Ez a baj. Igen, és ebből sajnos nem lehet vitatkozni. Ez tényleg így van. Ha megnézem a hajózásoknak a nagy többségét, ott is az Irish Ferry-vel jövünk-megyünk. Ott is inkább a saját nemzeti cégeivel hajóztat, meg azokat, annak adja a pénzt, mert az visszaforgatja. Mondjuk, hát, igen.
az Irish az ír államnak a tulajdonában van, tehát állami cég a hajó, az Irish hajó, és az 30 euróval több, mint a Stena. És mégis az Irish-sal hajózunk. Hát ez az, amit Magyarországon most már nem nagyon szeretnek, hogyha valaki azt mondja magára, hogy hazafi, mert magyar terméket vásárol, magyar hagyomány őrző egyesületekbe jár a gyerek, vagy ne adj Isten, az adott tájegységre vonatkozó, legyen ez matyó, ízléstől elkezdve, csikós kalap, vagy akármi, de mondjuk egy-egy nemzeti ünnep alkalmával ilyen öltözteti a gyerekét. Ez már otthon olyan új, hát ez, ebben inkább bele sem menjünk, mert még a YouTube is letiltja. Ja, sajnos ez a baj, hogy a magyar ember a saját, hát a magyar ember ellensége, saját magát szivatja meg. Mert hogyha az, mert itt is a speditőrök ám játszanak, de például az ír speditőröknél nincs játék. Ennyi a tarifáért, ennyiért állunk ki és megyünk, és tudomásul vette az a spedi is, hogy hó végén nem tudok hozni mondjuk 1 millió forint tiszta hasznot, csak mondjuk 400 ezret, de az a fuvarozó ki tud állni, mert normális autója van, normális sofőrje van, kiállnak, el tudják végezni a munkát. Akárhogy lehet így ökörködünk, hogy lerohad az autó, itt akárhányszor lerohadtam az áru, soha nem késett el, a befoglalt időre mindig ott volt. Magyarországon, meg Spanyolországban is ugyanaz, hogy minél kevesebbé már nem jut pénz a javításra. És széthullanak az úton a kocsik, és kész. Hát ezért van az, hogy Ivecóval nemzetközizni, te jó Isten, Starliss, Iveco Starliss-szal nemzetközizni. Úristen! Hát persze nem a főnök ül benne, én ebben tisztában vagyok, na de az is ám bazzeg, aki abba beleül, mint a románok, hogy jönnek főfele meg a spanyol. Ez kínzás, az emberi kínzás. Olyanba beleülni, vagy beleülni. Na, szóval ott tartottunk, mert közben telefonáltak, aztán meg kellett vágni így ezt a szallagot. Na mindegy, szóval itt az ír elkönyveli azt, hogy van 300 ezer forint tiszta haszna egy hónapban, ami teljes haszon és plusz passz ennyi. A magyar meg azt mondja, nekem kell az 1 millió. De valójában elindul egy burjázó, daganatos folyamat. Mert ugye odaadja a lengyelnek, a töröknek, a török is elviszi a lóvét, kiviszi az országból, nem marad bent az országba, ezért a magyar vállalkozó megint nem tud fejlődni, nem tud normális kocsiparkot előállítani, nem tud a sofőrnek normális pénzt adni, és utána előbb-utóbb elindul egy olyan dominó folyamat, ahol elvándorolnak a sofőrök, majd utána keletkezik egy olyan, hogy nincs sofőr, nincs aki kivigye, csak a lengyel van, aki itt van az országban, majd az kiviszi, majd mit tudom én, megrakodik A pontból B pontba, és úgy hagyja el az országot, tehát elvégzi helyettünk a munkát, de elviszi a pénzt, és valójában egy pusztulásnak indul az ország. Ezért az Írországban az írek, igaz, hogy nem keres 1 milliót, de mondjuk csak 3-400 ezret mondjuk tisztán, de itt az ország fejlődik, itt a sofőrt megfizetik, a sofőrnek is BMW-je van, az utolsó portásnak is Bentley-je van, meg telepjáró, mert ez itt ez a telepjáró, ez itt ez egy hatalmas nagy divat, itt mindenkinek telepjárója van. Itt mindenkinek luxusháza van, luxusautója van, mindenki nyaralni jár, tehát itt forog a pénz a szigeten. Ellentétben a magyar, aki megöli saját magát. Igen, mondjuk azt tegyük hozzá, hogy ilyenkor joggal merül fel az emberbe, hogy akkor nekünk miért nincs BMW vagy terepjáró vagy luxusházunk. Mi azt ne felejtsük el, hogy mi abban a érdekes helyzetben vagyunk, amiben egyébként sokan mások is
hogy mi nem élünk kint. Tehát, hogy kint dolgozunk, de Magyarországon élünk. Hát minden pénz Magyarországon költődik el. Így van. Erről nem szívesen hallanak, vagy nem nagyon hallják meg, akik ilyen téren szoktak az emberrel vitatkozni, de ez így van. Tehát amit mi kint itt megkeresünk, az Magyarországon elköltve. Ha nem is a teljes terjedelmében, de 90%-a az Magyarországon van elköltve. Igen, ez így van. Tehát ezért mondja az ír, hogy jó, jó a vendégmunkás, de valójában egy rákos daganat. Mert mi elvisszük a pénzt a szigetről. Így van. Így van. De nem a helyi fűszeresnél, nem az Eszke ír bevásárlóközpontban fogod elkölteni, nem az ír moziba mész be. Az a minimális összeg, amit felhasználsz, hogy el kell költened, hiszen élelmiszerre szükséged van, tisztálkodnod kell. Na hát... Nem kell tartani. Igen. Már amelyik költisztálkodó szerint. Már igen, mert van olyan is, aki ezzel is bőségesen tudni spórolni, mert nem fürdik, kajáért nem fizet. Vagy ellopja a hajóról a szappan? Vagy ellopja a hajóról, így van, volt ilyen kollega is. Évvíz idején, figyelj, mert ez már kora tavasz, jöttek be a jobb idők, ugye azt hozzá kell tenni, hogy itt a 17-18 fok az már majdnem nyár. És hát ilyenkor azért előkerülnek a rövidnadrágok, pólók, mi egymás. És feljön a kollega ballonkabátba. Téli ballonkabátba, ami van 16 darab zseb, amit kívül lát. Mert ami a belső zsebben van ilyen rejtett zsebek, hát akkor legyen majd 25. És... De ez nem véletlenül jön fel abba a kabátba, aminek ennyi zsebe van. Hát... A következő képkocka az el is árul minden. Ja, akkor jó. És, ahogy tolja a tálcát, reggeli vagy vacsorára, teljesen mindegy. Ugye a fejlett nyugati országokban nem úgy van, hogy adnak két darab ketchupot, meg két darab tasak majonéz, hanem ezek ömleszve, ki vannak téve a hajónak húz végén. És te annyit veszel belőle, amennyi jól esik, mert valaki kevesebben szereti, valaki többen szereti. De most meglátod, hogy a kollega kézmarékkal tömi a zsebeibe a tasakos cukrot, a tasakos etetet, azt nem tudom miért, de a tasakos etetet, musztár, ketchupot, és ami mindig kint van a sofőröknek, teasütemény. Hát azt megfigyelj, jó, hogy nem, a tálcát, amint kitették, azt nem tette el. De annyira szar! Én ettem, mert sima keksz, tehát semmi olyan édes keksz, de ez az út, ez az alja, tehát amit a hajóra odaadnak, ilyen 10 centi adnak szerintem 5 kiló kekszet, mert a kekszgyárban is szerintem ez a sallang, ami megmarad, abból gyártják le ezt a kekszet, és akkor ezt adják oda az ilyen hajós dolgoknak, és ingyen adják, mert annyi... Szóval, a Bandi is szereti. De én mondtam, hogy semmi olyan extra nincs benne, ami megindokolná, hogy a sofőrök verekedjenek azért az ingyen kekszé. Egyrészt, másrészt, aki már remett ilyet, az te is nagyon jól tudod, megeszel belőle a kettőt, hármat. Ha nem iszol mellé valamit, akkor elkezd folytani. Á, én nem eszem. Én mondtam, hogy tőlem elvihetik az én adagomat is, mert... Nem, kiszárít, mint a sót enné, kiszárít belülről is, csak iszol rá, iszol, nem bírod lenyelni. Hát ezt... De jó hír, mindenki nyugodja meg. 2022-ben jön az új sofőrmodell. Itt már hentvég tesztelik a gárdát, beleértve ide magunkat is. Ugyanis az itteni cégnek a fejlesztői rájöttek, hogyha az autó egy másik szintre emelődik, lásd, a sofőrülésbe beépítenek WC-t, illetve
infúziót, különböző tasakokkal, valami a megfelelő ásványanyagoknak a meglétéért felelős, hogy a szervezetetben meglegyen, a másik csak vizet pumpál, a harmadik folyékony élelmiszer. És ezt az irodából, irodából irányítják, hogy miből mennyit kapja. Hogy? Igen. Nem az egy-egyben leműtik, most nem lesz már rá szükséged. Automata bepermethető lesz a szőncsatornád helyén. Kiszáradna a szemed, vagy beködölődne. Látják, amikor már kezd úgy pislákolni, akkor nyomnak egy gombot, egy F2 gombot, amin kapsz egy adrenalin löketet. Így van. Ez itt a zacskó, az adrenalin zacskó mellett egy ilyen szorítófilincs. És akkor megjön, akkor így összeszorítja a zsákot. Igen, az adrenalin. Azonnal újabb 27 órát tudsz úgy vezetni. Bármilyen okból, célból neked meg kéne állni. Igen, a zsák elszorítása az a legvége, amikor már nem reagálsz az adrenalinra. Így van, arra a célra még azért a koponyának a felső egyharmadát el lesz távolítva, és mint a Terminátornak ilyen diódák lesznek beépítve az agykérekbe, a megfelelő helyen tudják stimulálni, hogy kérem, felőse jusson eszed az a gondolat, hogy mondjuk fel akarsz halni. Hogy menet közben kiugolj az ablakon. Úristen, csak még 1 kilométer, hogy már se főnek. Erre meg lesz a megfelelő applikáció. Igen, és jelzi nekik a monitoron, amikor te öngyilkos akarsz lenni. Így van. És akkor már a szervezeted mondaná azt, hogy jó, akkor itt ez a vég, és mondjuk lára a tűz, akkor sincs vész, mert akkor meg a levegőrendszerből termel föl a tüdőbe is levegőt. Persze ez utólag el lesz vonva, mert akkor többet fogyaszt az autó. De még ez is megoldható lesz. Sőt, a vérkeringés állna le, tehát a szív funkciók, vagy a szív funkcióban lenne valami probléma, az rá lesz kötve az olajrendszerre. Tehát semmilyen esetőségre sem most tudni megállni. Igen. Hogy a 45, meg 24, ezeket a számokat, ezeket el lehet felejteni onnantól kezdve. Prototípusok már tesztelés alatt vannak, igaz, még az online összekötetés nem él, illetve a becsövezés, de a cég honlapján, a most fent lévő információk alapján a tesztelések ott tartanak, hogy 2022-ben akár ez meg is valósulhat. A végbél nyílásodat is kivezettetik az oldaladon, azért egy ezért se kelljen megállnod. Be vagy katéterezve. Az kétféleképpen lesz, ha jól látom a robbantott ábrát, mert egy pillanatban szerepel fogja tudni váltani, hogy éppen az a végtermék az a túltestre kerüljön, vagy vissza a gyomorba újra említésre. Szóval te is ilyen Euro 6-os motort fog kapni. Te robban zsarú, és arra is rájöttek, hát ilyen alapon, akkor már nem kell sem az anyósülés, sem az ágy, akkor oda még egy plusz lakra befér. Jaj, hát igen, ezeken így röhög az ember, röhög, meg elviccelődik, de valójában, amikor az 5 méteres pót is kicsi, kevés, és akkor jön a kezébe a dobozokkal, hogy hát ezt akkor még a fülkébe be kéne tenni a halat, ugye, ahol Londonba pakoltjuk a halat, és azt mondja nekem, hogy ez nagyon drága, és ezt vigyem már el ilyen bemutató terméknek, és mondom, én mit csináljak vele? Hát mondom, itt hogy gondolod, hogy a fülkébe itt majd 0 fokot csinálok, vagy hogy? Nem, ezt nem kell hűt, ez csak tegyem ide az ágyra. Hogy ne tenném már be? Persze! Oda dob föl a platóra, ha nem fér föl, akkor ott marad. Hát
hülyét, komolyan mondom, hát már a fülkébe is pakolni akar. Arra nem beszélve, hogy halat. Hát, na. Igen. Hát ez, amikor a halas lét leadom a platóról a motyót, a cipőnek a talpát, itt róvom a köröket a kamion mellett, még akkor is egy hét múlva érezni a halszagot itt benn. De, hogy is, még majd gondolj bele, még majd kiborul itt a doboz, aztán megy itt a hal, meg a jég, meg mindenféle ilyen szírszar. Á, betegek ezek, semmi nem elég. Semmi nem elég. Én ezért mondtam már Mutko Hencinek, tegyünk egy másik pótkocsit a pót mögé. És akkor húzok kettőt. Semmi nem elég, akkor menjünk kettővel. Hát, ha az jobb lesz. Hát, nem mindegy, hát nem mindegy. Csak közben megszakadtunk. Szóval már a két pótkocsi sem elég, hanem most már kéne még egy az 3, meg még egy az 4, és akkor talán elég lenne, vagy 5. Csak akkor már az sem elég. Tehát az a bőség zavara. Igen. Tehát a semmiből nem elég, vagy a sok is kevés című történet. Ugye az új CD-sofőrökkel, tehát a kiber driverekkel, már azt is meg lehet majd egyébként oldani, hogy a tőből le van vágva a látszeg, meg a többi kimenet, mert hiszen teljesen felesleges lesz. A buszpótkocsi és hozzá van téve egy tandem. Tehát ott már a fejlődés útjára léptek, és azon dolgoznak, hogy egy sofőrrel két nagy pótkocs felhúzatnak, aztán majd lesz több is. Igen, tehát amikor a mondom a halas szégnél, hogy nem tudom a mennyezetig berakni, mert előről jön a levegő hátra. Tehát, hogyha a mennyezetig pakolja, akkor nem fog a levegő hátra jönni. Tehát azért van azon a pótkocsiban megrajzolva a piros csík az ilyen debilek miatt, hogy lássad, hogy te barom, e fölé már ne pakoljál. Tehát ez ennek is el kell menni. Hát én elhiszem, de van egy tolik határ. És nem. Nem érti meg. Nem érti meg. És csak rakja. Na gondolj bele, ha nem lenne a hűtőnek teteje. Hát igen, az egy új dimenziót nyitna meg, azt hozzá kell tenni, de nagyon jól tudjuk is ismerjük a vezérkart, tehát a tanulási jogszabályoknál is felelhetők azok a fajta kiskaput, amiket senki más nem tud, csak Stefan. Na jó van! Elérkeztünk megint a beszélgetés végére, nem akarom az egy órát átlépni, úgyhogy remélem mindenkinek tetszett, mindenkinek izgalmas volt, akinek volt egy kis ideje is végig tudta hallgatni, úgyhogy most bezárjuk a rádiócsatornát, és majd jövünk később. Na mindenkinek szép napot, jók legyetek, mi leléptünk, szervusztok! Be advised, you must answer this call now or it will self-destruct in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.